Tavaly május elején még így nézett ki Sóstón a strand melletti terület. A kivitelező ilyen állapotban vette át és kezdte el a szálloda építés munkálatait. Július végén pedig az épület alapkövét is lerakták. Most február 7-én már ilyen fázisban jár a több milliárdos szálloda építése. Erre 3,1 milliárd forintot kapott az önkormányzat a Modern Városok Program fejlesztési forrásából, a város pedig 900 millió forint önerőt biztosított az építkezéshez. Ezt a 9000 négyzetméteres telket pár évvel ezelőtt közel 300 millió forintért vásárolta vissza az önkormányzat, így összesen több mint 4 milliárd forint a szálloda kivitelezési költsége. Jól áll a kivitelezés, hát most jön majd az a szakasz, amikor már belső építkezés folyik, hiszen decemberi karácsony előtt a legmagasabb pontot elérte a hotelépítés, ez időigényesebb, én nagyon remélem, hogy nyárra be is tudjuk fejezni. A szálláshely 122 szobával, több mint 200 főt befogadó konferenciateremmel, wellness-fitness részleggel és még garázsal is rendelkezik majd. A beruházás 66 új munkahelyet is teremt. A szálloda az idegenforgalom szempontjából a legfontosabb, az elmúlt években nagy volt az igény egy 4 csillagos szálláshelyre a megyeszékhelyen. Ez a beruházás a Modern Városok Program helyi fejlesztéseinek legfontosabb eleme. Országos szinten összesen 3,5 milliárd forint európai uniós és hazai forrás áll rendelkezésre a Modern Városok Programra, amelyből a 23 megyei jogú város 250 projektje részesül. Erről Kósa Lajos, megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter beszélt Nyíregyházán. Ezeket az összegeket sportra, kultúrára, turizmusra, gazdaság és közlekedés fejlesztésre fordítják a települések. Ez a vidéki Magyarország valaha volt legnagyobb fejlesztési programja, 3500 milliárd forint, ebből már 760 milliárd forintot át is adtunk az önkormányzatoknak, tehát ekkora értékben megvalósultak fejlesztések. A cél pedig az, hogy a vidéki Magyarország is arra a felzárkózó pályára álljon, amelyre az ország is áll, hogy elérjük az Európai Unió átlagos fejlesztési szintjét, és ehhez infrastruktúrát kell építeni, egészségügyi intézményeket, oktatási intézményeket, sportlehetőségeket bővíteni, ipari parkokat fejleszteni, nagyon fontos urbanizációs fejlesztéseket a közlekedésben, a városok életében, az energetikától, az ipari termelésen át, a környezet tudatos beruházásokig, amelyben az állatparktól kezdve a szelektív hulladékgyűjtésig nagyon sok minden van ebben a 23 városban. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, Nyíregyházán 2022-ig 130-nál is több beruházás kezdődik és fejeződik be, a több mint 70 milliárd forintos MVP, mintegy 30 milliárdos topos és egyéb forrásoknak köszönhetően. Többek között fedett atlétikai centrum épül, megújul a szabadtéri színpad, megépítik a nyugati elkerülő hiányzó szakaszait, de a Tokaji úton is számíthatnak közlekedés fejlesztésre a nyíregyháziak.